Hello, sziasztok! A mai nap egy extra hírrel érkeztem még hozzá kosárlabda kedvelőknek, vagyis a virtuális kosárlabda kedvelőknek, hogy Shaq bejelentette az NBA 2K18-at, mely szeptember 15-től lesz kapható. Nézzük is, mit várhatunk, mit kapunk, mi lesz, hogy lesz, stb. Magára a játékra még sokat ugyan nem tudunk, csak annyit, hogy szeptember 15-től lesz elérhető a boltokba, három kiadásba. Egy Standard, egy Legend és egy Legend Edition Gold. Ez a három, ami ugye kapható lesz. Kapható lesz PlayStation 4-re, Xbox One-ra, Nintendo Switch-re és PC-re. Azaz most már a régi konzolok, az Xbox 360, illetve a PlayStation 3 és korábbi kiadások. Ha nem lesznek támogatva, úgyhogy ezeket úgymond el is lehet felejteni. Valószínűleg a PC gépigénye is elég jó lesz, úgyhogy kössétek fel a gatyátokat magára a játékról. Ugye még semmit nem tudunk, kaptunk egy trailert, ami a leírásban található linken megtekinthettek. Egy nagyon mókásra sikerült trailer, mivel Shaq bemutatja, Kobe Bryant is benne van, és ez kimondottan így, hogy Shaq és Kobe, ez a kettő az együtt, ez így ütős. És akkor nézzük is, mi az, amit tudunk. PC-re 90 euró lesz, Nintendo-ra, Xbox-ra és PlayStation 4-re pedig 99,99 euró. Ez amivel ugye előrendelhető, és mit kapunk a csomagokba. A standard kiadásban 5000 virtuál coin-t kapunk, 10 heti ilyen My Team Packet, illetve My Player viselnivaló cuccokat, a Legenda kiadásban vagy Legend Edition-ben 100 000 virtuál coin-t, 20 heti My Team Packet, Shaq etek cipőket, Shaq jerseyt, illetve kiegészítőket, bajnoki gyűrűt, Shaq My Team matricát, 5 Shaq cserélhető kártyát és Shaq postert, a Legend Edition Goldban pedig az összes Legend Edition tartalmat, 250 000 virtuál coin, 20 heti My Team Packet, 40 garantált Shaq és 2K Team kártyával, Shaq Jersey Collection, azaz a Mez kollekciót, 5 különböző Shaq Trading Cardot, illetve magyarra fordítva egy lencse alakú covert. Aminek nem tudom, ez értelme. Én úgy emlékeztem, hogy ezt csak digitális formában fogják kiadni, de ezek szerint mégis tévedtem. Valószínűleg csak a PC-t. Igen, a PC lesz az, ami csak PC Download Steam formában letölthető. Folyamatosan így itt láthatjátok a borítót. Kettő olyan borító is van, vagyis hát nem, egy olyan borító van ugye, ami a hivatalos CD-n, DVD-n, stb. Lesz. A másik az ugye a Legend Edition-nek a pakja. Szóval szeptember 15-től lehet várni. A játékról pedig, amint tudok valamilyen információt, mindenképpen közzé fogom tenni. Valószínűleg egy picikét szebb grafikával, egy picikét több tartalommal, egy-két új mozgás, amit bele fognak tenni, és reméljük, hogy még realisztikusabb lesz. Illetve reméljük, hogy engem is beleraknak a játékba végre. Mert mindig magamat kell megcsinálnom, és azt nem szeretném megint. Úgyhogy ennyi volt, nézzétek meg a trailert, ami tényleg egy nagyon-nagyon mókásra sikerült. A leírásban megtaláljátok a linket. Ha szeretnétek még több ilyen videót, lájkoljátok, iratkozzatok föl a csatornámra, stb. Köszönöm a figyelmet, hamarosan találkozunk, remélem nem egy bejelentéssel, hanem egy normális, vagy egy kevésbé normális videóval. Csá!